Sziasztok, szép estét kívánunk Sziasztok. Mindenkinek sok szeretettel az Irodalmi Rádió könyvklubjában. Ismét ugye elérkezett az a szombat este, amikor együtt lehetünk és könyvekről beszélgethetünk. És amíg megvárjuk, hogy érkezzenek a többiek, akik kíváncsiak a olvasmány élményünkre, illetve maguk is olvasták ugye Delia Owens könyvét, ahol a folyami rákok énekelnek, esetleg látták a filmet, hogy hozzászóljanak a Facebook profilunkon, ugye az élő videó alá várjuk a kommenteket most is. De először megosztjuk egy nagy örömünket, már egy ideje próbálunk jó brióst készíteni. Kísérletezünk, és aztán most rátaláltunk egy francia hölgy videójára, aki tulajdonképpen a briós és a croissant keverék Igen. készíti el, és sikerült nekünk is, és olyan nagyon puha omlós tésztával készítettük el, hogy nagyon jó lett, úgyhogy... Mi is meglepődtünk, mert ahogy megnéztük a videót, és láttuk, hogy milyen puha, és szétszette a süteményt a videóban a hölgy, az valami elképesztő volt. És megbeszéltük Árpáddal, hogy jó, nekünk ilyet kell készíteni. És sikerült. El se hittük meg. Olyan puha lett a finom. Úgyhogy ha valaki kéri a receptet, akkor majd átküldjük neki messengeren privátba. Na de látjuk már, hogy gyülekeztek, írjatok, ha vagytok, vagy ha van véleményetek az olvasott könyvről. Éppen egyébként egy fél órája, hogy befejeztük a filmet is, úgyhogy nagyon friss élmény számunkra is. Igen, mi már meg is tárgyaltuk a különbségeket, mert nagyon sok van belőle a könyv és a film között, meg hogy milyen hatással volt ránk a könyv, és ehhez képest a film. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy látjátok. Láttátok-e a filmet, olvastátok-e a könyvet, ha azért írjatok, ha nem pedig azért, hogyha esetleg majd felkelti a későbbiekben az érdeklődéseteket. Na hát látjuk, gyülekeztek, örülünk. Pete Margit, jó estét, sziasztok! Hansa Henry, szép estét mindenkinek! Milyen szép, kérek szépen egy linket, én is szeretném megpróbálni. Hát gondolunk itt a süteményre, gondol. Úgyhogy küldjük majd neked is. Pete Margit, olvastam a könyvet, láttam a filmet, de csak akkor árulom el a véleményem, ha attól sütét. Nagyszerű, üdvözlőjük Budavári Bokon Andit. Szervusztok. És lemaradtam róla, hogy mi ez a süti, de kérem a receptet, köszönöm. Hát semmi köze nincs ugye a filmhez, ez csak egy mai friss élmény, úgyhogy majd küldjük neked is. Igen, brióst készítettünk. Ami egyébként nem úgy néz ki, mint egy briós, mert ugye, ahogy a videóban is láttuk, mi is így készítettük természetesen, hogy ugye olyan technikával készül, hihetetlen, mindegy, ugye a vajazott tésztát kell egymásra hajtogatni, és ugye amikor már megvan az utolsó hajtogatás is ugye felszeletelni ilyen csíkokra, és még azt is össze kell hajtogatni, és akkor ugye megcsavarjuk, és akkor végülis ez ilyen tekert kis csiga. Igen. És a második adag meg ugye még az első sül annyira megkírott már az elkészített tepsiben, hogy valami óriás tekercs lesz belőle, és ha kicsi, ha nagy, hihetetlen puha, szétomlik a szádban, és isteni. Közben Szilágyi Anita köszön be, szép estét, sziasztok, szia, és szervusztok. Máláj Fül Katalin is nézi, úgyhogy örülünk, hogy ennyien itt vagyunk, úgyhogy bele is vághatunk a könyvbe. Igen,
mert én ma reggel fejeztem be. Ugyanis én tegnap este ezzel feküdtem, ma reggel ezzel keltem, hogy időben meglegyek. Nem, én valahogy mindig az utolsó napra hagyom, pedig ezt nem direkt csinálom, csak úgy alakul, hogy ugye párhuzamosan is olvasok mellette, meg egyébként szeretjük a jó filmeket, jó sorozatokat, hogy nagyon frissen hozom mindig az élményeimet, és ez most annyira friss, hogy muszáj azzal kezdenem, hogy nagyon fontosak azok a könyvek, amik érzelmileg, lelkileg jól megdolgoztatják az embert. És erre majd még kitérek a későbbiekben, és annyira jó, hogy ez is egy ilyen könyv. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát már régebben olvastam ilyen könyvet, ami miatt megkönnyeztem egy-egy jelenetet, vagy annyira mélyen bennem van, hogy esetleg kiakadok, vagy muszáj róla fél órát beszélnem, hogy ez hogy történhetett ilyen. És ez a könyv ilyen. Nem is tudom, hogy volt-e a könyvklubban olyan könyv, ami ennyire megdolgoztatott volna, vagy ennyit könnyeztem volna egy-egy jeleneten, akár az egy jó jelenet, vagy olyan, ami kiveri nálam a biztosítékot, és azt mondom, hogy én mindjárt lecsapom egy könyvvel ezt a szereplőt. Úgyhogy nem tudom, hogy volt-e ilyen, nem tudom, hogy meséltem erről. Szerintem nem nagyon, de hála Jóistennek ez most egy ilyen kötet, pedig félreértés ne legyen, én a többi kötetet is szerettem, és nagyon örültem, hogy elolvastuk és bevettük a könyvklubba, mert lehet, hogy ha nem lenne a könyvklub, nem került volna a kezünkbe. Sok ilyen kötetet, szerzőt köszönhetünk a könyvklubnak. Na de ez a kötet, ez hihetetlen. Annyi érzelem van benne, hogy nem is tudom, csak nagyjából elmondom, hogy a lényegi részét, hogyha valaki még nem olvasta, ugye a főszereplő tulajdonképpen egy magára hagyott kislány, Észak-Karolinában játszódik a történet az 1950-es, 60-as években, és ugye ő nagyon el van vágva mindentől és mindenkitől, de nem is akarja az emberek társaságát keresni, mert ugye neki a gyermekkora sem volt könnyű, illetve járt egy napot iskolába, ahol ugye nagyon sokat bántották, ő a lápi lány, a mi főszereplőnk, és lesz itt szerelem, meg gyilkosság is, de szeretnék most kitérni részekre, hogy mindig a borítóval kezdem, de most nem tudom a borítóval kezdeni, mert annyi érzelem kavarok bennem, hogy ez valami hihetetlen. Több minden eszembe jutott a könyvek olvasása közben, és jutott eszembe több film és több olvasmány, ami abból adódik elsősorban, amit mondtam, hogy ez a könyv jól megdolgoztatja az embert, legalábbis engem nagyon megdolgoztatott érzelmileg, és én azt mondom, hogy erre nagyon-nagyon szükségünk van, hogy nem lehet azoktól a könyvektől elzárkózni, amiben esetleg több olyan rész van, ami szomorú, akár a halállal kapcsolatos, hogy nem szabad, hogy ezek megrémisztenek, vagy elrémisztenek bennünket. Bocsi. Ja, semmi, csak nyugodtan volt. És kellenek ezek a könyvek. Nem mondom azt, hogy sorozatban, de időközönként kellenek ezek a könyvek. És ugye, ha az érzelmekről beszélünk, én azt mondom, hogy azok a, de csak persze ez rám értendő, hogy nálam úgy van, hogy ezek a könyvek, amik sokkal jobban megdolgoztatják az embert, nekem sokkal mélyebben vannak bennem, jobban megmaradnak, és most hozok fel példát is, hogy nekem az Egy tiszta nő is ilyen, teljesen ki voltam akadva a végén, ugye arról készült egy könyvajánló még régebben, amiben elmondtam, hogy a végén azt mondtam, hogy be lehet-e csapni a halált, ki lehet-e játszani, ha szerelemről van szó. Hihetetlen az a könyv, az Egy tiszta nő. Thomas Hardy, zseniális, imádom. Mindenféleképpen olvassátok el, nagyon jó. Nekem, na igen, itt ki kell térnem egy kis zárójeles részhez.
én nagyon sok mindent olvasok. Én mondtam, hogy a Harry Potter tett engem bátor olvasóvá, és ez annyira igaz, hogy minden jöhet nálam. Eszterházitól kezdve, fantazin át, minden. És nekem van egy kedvenc sorozatom, Árpádnak már ódákat zengtem róla, a Fekete Tölt testvériség. Ez egy fantasy sorozat, és annak a második részénél is az volt, nagyon megdolgoztatott lelkileg, mert ott az egyik főszereplő nagyon beteg volt, és a gyógyulásáért cserébe azzal sújtották, hogy akkor nem lehet gyermeke, és érzelmileg engem az is teljesen padlóra vitt, és nagyon jó volt, és mind a mai napig emlékszem az egész jelenetre. A Harry Pottert is fel kell, hogy hozzam, imádom, hogy mi meglepő, hát ugye nem az ember választja meg, hogy mi van rá hatással, meg mi nem, és a Harry Potternél például az ötödik részen sírtam, amikor ugye Sirius Black meghal, nem tudom, hogy miért, ami a kedvencem, de akkor is azt mondom, hogy szükségünk van ezekre a könyvekre, amik így megdolgoztatják az embert is, akkor térjünk rá erre a könyvre, mert már annyi minden másra tértem rá, hogy muszáj erről beszélnem, hogy ugye most láttuk a filmet, ahogy Árpád is mondta, nemrég fejeztük be. Hatalmas különbségek vannak is. Nekem annyira nem tetszenek ezek a különbségek. Sokkal jobb a könyv. Nekem nagyon tetszett, és a szívem csücske lett Jumpin és Mayből, akik ugye Kaya kiskorától kezdve jelen vannak az ő életében, és tulajdonképpen ők segítik egyedül. Nagyon fontos nekem ez a kapcsolat is. A könyvben ez annyira szépen le van írva, hogy mennyit segítenek, és hogy milyen rendes emberek. Az egyik kedvenc jelenetem, amikor ugye Kájának kiadták az első kötetét, és ugye elvitte Jumpinhoz, és aki tulajdonképpen úgy szerette, mintha a saját lánya lett volna, és kitette az üzletében az ablakba, hogy ugye büszke rá, mint egy apa. Hát, ez a jelenet elképesztő, hogy Jumpinba és a feleségébe mennyi van, hogy mennyi jóság és mennyi minden. És ahogy bántak vele többen ott a kisvárosban, akár legyen szó fiatalokról, hát ugye az 1950-es, 60-as évekről beszélünk, felháborító volt, csak ezt tudom mondani. Akkor, ami még eszembe jut, igen, ha a filmről beszélünk, nem így gondoltam el Jumpint és Mabelt, de a szereplők többségével szimpatizáltam, köztük legjobban az ügyvéddel, mert ugye a tárgyalás az egyik fő vonal a filmben, ugye történt egy gyilkosság, mert ugye ahogy nő Kaya, azért több mindenki szájából elhangzik, akár a filmben, akár a könyvben, hogy ő elég vonzó, szép lány, és többen érdeklődnek iránta. Ugye megtalálja őt a szerelem, Tét, aki egy egyszerű és egy jó ember az én szememben. Mégsem voltam annyira kíváncsi az ő lelkére, mint a másik fiúira, Chase-ére. Ugye Chase borzalmas volt, ahogy sokszor viselkedett, és ahogy a barátaival beszélgetett a lápi lányról. Ugyanakkor én megnéztem volna legalább egy fejezet erejéig, hogy az ő gondolatait, hogy akár az érzelmeit, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani Kájával kapcsolatban, hogy belelátni az ő fejébe. Én szeretem azokat a könyveket, amikor több szereplő szemszögéből látjuk és a történetet, és látjuk az ő gondolataikat. Nekem azok nagyon különleges könyvek. Itt is nagyon kíváncsi lettem volna erre. De én Árpáddal beszélgettem a film közben, és még én mikor nem beszélek, hogy végig a nyaklánc volt a fejemben, mikor olvastam is, hogy
De ha Chase nem szereti a lápi lányt, meg ahogy beszél vele, meg ahogy szégyelli a barátai előtt, mert tulajdonképpen én azt vettem észre többször, hogy ő szégyenkezik miatta, akkor miért viselte végig a nyakláncát? Nem értem. Azért, mert szerette, de igen, a társadalomban nem tudta felvállalni, mert tudta, hogy se a szülei, se senki nem nézi jó szemmel azt, hogyha őt el akarná feleségül venni, tehát csak azt hazudta neki, hogy elveszti, de nem veszi el. Meg szíve szerint el is vette volna, csak igazodott a társadalomhoz, a kisvároshoz is. És olyan furcsa, hogy Harper ezt mondja, ugye akkor is ezt válaszolta nekem, hogy de, Chase szereti. És valamiért ez bennem ilyen kérdésként marad bennem, hogy tényleg? Tényleg szereti ezt a lányt? Hogy nem tudom, nagyon kíváncsi voltam, lettem volna erre a szereplőre. Persze ennek ellent mond, hogy aztán megismeri. Igen. Ugye azért kell aztán Kajának őt megölni, mert nem akar félelemben élni. Ó, és lelőtted a végét, igen. Árpád tegnap kérdezte tőlem, hogy van-e tippem arra, hogy akkor ki a gyilkos, mert igen. Én kérdeztem, hogy ki a gyilkos. Igen, mielőtt megnéztük volna a filmet. Mielőtt megnéztük volna a filmet, mi Kaját Kiának ejtettük, szóval... Igen. Ez a jó. Na közben jöttek hozzászólások, ugye ki a alakult itt egy kis vita arról, hogy valaki jobban szereti a filmet. A Henny azt írja, hogy ritka alkalmak egyike, amikor a film tetszett jobban, és a Margit pedig azt írja, hogy lényegesen jobb a könyv szerintem is. Na, hát én itt ezt úgy foglalnám össze röviden, hogy ugye itt az amerikai filmkészítés lényege jött megint elő, hogy mit helyeznek előtérbe azoknak az embereknek, akik egy filmre kíváncsiak, és nem a könyvre. Tehát a legtöbben ugye nem olvassák a könyvet, és úgy nézik a filmet. Tehát jóval több a filmnézőknek a tábora, mint az olvasóké, bár ezt több 10 millióan ugye elolvasták, vagy legalábbis megvásárolták, de valószínű 100 milliós a nagyságrendje azoknak, akik megnézték ezt a filmet. És ugye Amerikában a gyilkosság nagyon jó, erről szól, krimi, akkor ezt domborítsuk ki. A tárgyalás, ugye rengeteg amerikai filmben látjuk ezt a tárgyalási módszert, ahol lehet drukkolni ennek a félnek, vagy annak a félnek. Nagyon rengeteg jó alakítás látunk már ügyvédi, meg ügyészi szerepekben. Illetve a szerelmi szálak, amikre ugye a női nézők a kíváncsiak, hogy hogyan alakul végül is, kitöre a természetben, megtalálja a boldogságot, és hát ugye megtalálja aztán a boldogságot, csak nagyon komoly dolgot kell egy gyilkossághoz ahhoz véghez vinnie. Visszatérve még erre a könyvfilm témára, a könyvben ugye elég kicsiként ismerjük meg Kaját, és nekem ez a filmen nagyon gyorsan le lett tudva, pedig annyi minden van benne. Én, amíg el nem jött a tárgyalás, erre a lányra én úgy tekintettem, végig egy szó volt bennem, amikor olvastam a könyvet, hogy nekem Kaja a remény. És én ezt nem hiszem, hogy túl kellene magyaráznom, mert aki olvasta, érti, hogy, vagy legalábbis én így gondolom, hogy éreznie kell, hogy miért mondom ezt. Ahogy az anyját, legfőképp az anyját, de ugye a családját, ahogy visszaválta, hiszen mindenki lelépett az édesapja miatt, meg az ő viselkedése miatt, ugye nagyon alkoholista volt, nagyon sokat részegeskedett, és egyébként bántalmazta az egész családot. És itt bele kell érteni a legkisebb gyermekeket is, mindenkit. És ugye az édesanyja tulajdonképpen úgy ment el, ami később derült ki az olvasó számára, hogy nem is tudta. Tehát, hogy
nem volt tudatában. Nem tudom, hogy miért szúthatott le a fejében, hogy ott lekapcsolták neki a lámpát, vagy mi volt, de ugye kapunk részleteket abból, hogy alig evett, nem járt emberek közé, ugye hazament a szüleihez, jól mondom, és egyszer csak egyik nap, hogy de ott hagytam a gyerekeimet, és hogy ugye nagyon beteg is lett, meg akarta menteni a gyerekeit, írt is levelet, tudjuk, hogy annak mi lett a vége, hát nem jó dolog, de ugye a kislány, akit először az anyja, utána a nagyobb testvérei, majd az utolsó testvére, Jody hagyta ott, ő mindvégig várta őket vissza. És én ezt nem kaptam meg a filmen. Ez olyan dolgokat nem kaptam meg, hogy ez a kislány tulajdonképpen hogy is élte túl? Mi zajlott le benne? És ami a legfontosabb, hol volt az olvasókunyhó? Hol az Istenben volt? Az egyik legfontosabb dolog. Hiszen... Már az olvasóknak, a filmkészítők számára se az olvasókonyhó, se egyik vers, ugye a filmben nem volt költő. Igen, és a versek, úgy, igen, hogy... arra majd mindjárt rátérek, hogy ugye Tét tanította meg, akiről később kiderül, hogy szinte az egész gyerekkorától jelen volt az ő életében, sőt egyszer hát meg is mentette úgy, hogy ugye neki ment az apjának, amikor az apja egy akkora pofont kevert le neki, hogy az valami elképesztő is. Már akkor megmentette, sőt, ugye, amikor egyszer eltévedt, kiment az apja a motorcsónak elvőtelne, visszavezette, hazavezette, és ő tanította meg tulajdonképpen olvasni, és Kája akkor szembesült azzal, hogy mennyi minden van egy szóban, mennyi minden van egy mondatban, hogy ezt nem is gondolta volna. És akkor utána ott van a versek szeretete, de jó ég, hát ezek a versek gyönyörűek voltak egyébként a könyvben, hogy egy sorát sem mondtam, minden résznél pont jó volt, pont elég volt, és nekem ez a gyerekkori rész ez nagyon szívhez szóló volt, hogy a kislánynak tulajdonképpen fel kellett nőnie, amikor ugye már az édesapja is otthagyja őt, tehát nem végig az édesapjával van, utána ő viszonylag sok időt nem tölt vele. Van az apjának egy kis ideje, amíg normálisan viselkedik, hát nem tudom, mit értünk normálisan, mindegy, sokszor kerülte Kája őt, és megtanulta azt, hogy hogyan legyen ott tulajdonképpen láthatatlan, hogy ne legyen közöttük konfliktus, hogy ne verje meg, vagy ne szitkozódjon. Ennek a lánynak egyedül kellett elmenni, vásárolni, megtanulni, főzni, hogy egyáltalán tudjon mit enni, és elképesztő leleményessége volt, amikor ugye kajdókat gyűjtött hajnalban, és Jumpiniknak adta le, és Jumpinékkal való kapcsolata még mindig azt mondom, hogy az egyik legjobb szál, imádtam, hogy ahogy segítették ezt a lányt, nagyon jó volt, nekem kellett ez a szívemnek, és az olvasás meg a versek se jelent meg, amit nem nagyon tudok így hová tenni, viszont a filmen a láp, ez a vidék gyönyörű volt, tehát az az én fejemben is úgy jelent meg. Ennek nagyon örültem, nagyon szép volt minden, gyönyörű volt. Közben jöttek jó összegzések is, azt írja Lenni, hogy a legfájóbb és legszebb Kája fejlődés története volt, a mellőzött meg nem ismert és meg nem értett lápilány, aki magánya ellenére és békében, nyugalomban éli életét, minden percét kitölti a természet szeretete, onnan indul és oda tér vissza. Margit is hasonlót ír az emberi természet hiteles ábrázolása és a természet törvényszerűségeinek hiteles ábrázolása jellemzi a könyvet. Igen, tehát tulajdonképpen felmenti a gyilkosság alól a néző szemében és az olvasó szemében is a Kaját az, hogy ő csak azt tette, amit a természetben az állatok, a túlélésért küzdött, és neki ez volt az egyetlen út, hogy ne kelljen rettegésben, félelemben, meg megalázva élni, mert az egy dolog, hogy élte az életét, és nem fogadták meg,
kirekesztették, hogy ugye van is ilyen mondata, hogy eddig ugye magányba élt, amit rossznak gondol, de félelemben éli meg sokkal szörnyűbb. Úgyhogy ez ment fel egyébként, és érdekes, hogy ugye végig egy gyilkosnak szurkolunk tulajdonképpen a filmben is, meg a igen. Könyvolvasás akkor is, úgyhogy egy ilyen, ez jó megírt történet volt. És visszatérve erre, például a tárgyalásra, meg arra, hogy megkérdezte Árpád, hogy szerintem ki a gyilkos, és nem mondtam a lányt, eszembe se jutott, és nem azért, mert nem akartam, hanem teljesen kizártam, hogy ő lenne a gyilkos. És gondoltam én tétre, meg sőt, behoztam még Chase feleségét is, hogy bosszúból, nem gondoltam rá. Ugye feszültséget keltett végig a tárgyalás alatt az írónő, hogy akkor mi lesz, és hát a tárgyaláskor én le tudtam volna egy-két szereplőt csapni ezzel a kötettel, hogy borzalmas volt, ahogy páran viselkedtek akár ott is, nem csak amúgy ott a kisvárosban Kájával. És tényleg olyan dolgok hangzottak el ott a tárgyaláson, amik kivártanálom a biztosítékot, például a sheriff részéről is, hogy ugye el is mondja a Kája ügyvédje, hogy ne az alapján hozzanak döntést, hogy ő a lápi lány, milyen mendemondákat, miket hordanak össze róla, hanem a tényeket nézzük csak. És miközben ugye olvastam, és még nem derült ki, hogy igen, ő a gyilkos, motoszkált bennem egy-két mondat, de azokat hagytam így elúszni. Mint például, amikor ugye Árpád is mondta, hogy elmondta Kája, hogy ő nem fog félelemben élni. Már pedig ő nem fog is. Ezek a mondatok, nem tudom, hogy miért, ezek így hagytam, és nem akartam, vagy nem gondoltam ezekre. Magam sem tudom, hogy miért. És amikor eljött az a fejezet, aminek a címe a Szent János bogarak, tudtam. Akkor ott tudtam. Nem kellett abba a fejezetbe belemennem, hogy megtudjam, mert visszaemlékeztem, hogy mit mesélt Kája a Szent János bogarakról, és akkor tudtam, hogy ő volt. És azt mondja Árpád, hogy hagyta az írónő, hogy ezt így felmentse ez a dolog. De mikor megtudtam, hogy ő a gyilkos, nekem ilyen kicsit ilyen tompaság volt bennem, hogy lehet, hogy ez így egy kicsit a csalódással is összevegyült, nem tudom. Meg ami még végig bennem volt, hogy hol a nyaklánc, hogy akartam, hogy ne ő legyen a gyilkos, és hogy biztos meg fogok lepődni, sőt egyszer át is vert az írónő azzal a jelenettel, amikor elmentek a sheriffék tétért a motorcsónakkal, és ugye még Kája fejében is megfordult az, hogy lehet, hogy a Chase ügy miatt viszik, letartóztatják, és ugye becsapott, de igen, a nyaklánc is ott volt a fejemben, de valamiért nem válaszoltam meg magamnak, hogy oké, nem ő a gyilkos, de miért tűnt el a nyaklánc? Ami többször elhangzik a tárgyalás alkalmával is, és valamiért nem engedtem ezeket a dolgokat így közel magamhoz, úgyhogy furcsa volt, amikor kiderült számomra. Hát az meg pláne, hogy ő a mi költőnünk. Te jó ég, gyönyörűek azok. Egy dupla csavar így a végére. Igen. Úgyhogy ez így jól sikerült, kis alkotás, örülünk, hogy rátaláltunk, és ajánljuk mindenkinek, aki nem olvasta volna még el, amiről az elmúlt fél órában beszéltünk, ahol a folyami rákok énekelnek. Jaj, igen, még valami. Amit nem említettem, hogy a tárgyalásnál nekem egyébként a 12 dühös ember jutott eszembe, az a film. És azért is, mert
az volt végig bennem, ugye a 12 dühös emberben az a lényeg, hogy nehogy azért ítéljék már el azt a fiút, mert nem szerette az édesapját. És hogy itt meg az volt a fejemben, hogy nehogy azért ítéljék már el, mert ő a lápilány, és hogy milyen jó, hogy igen, de jó, hogy lecsukták. Ez a film is eszembe jutott közben. Aki nem látta, nagyon jó film, nézzétek meg. Na, van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Azt mondja Pete Margit, a láb miatt azért lehetett sejteni, hogyha eltűntek a nyomok, szóval, hogy csak Kaja ismerhette annyira a lábviselkedését. Igen, egyébként ez is egy figyelemfelhívó dolog volt. Aki ennyire kirekesztett és az állatvilág törvényeit ismeri, az szerint is viselkedik, talán önkéntelenül is. Így van, köszönjük szépen Margit ezt a szép összefoglalást. És akkor rá is térünk a következő könyvünkre, ami az elmúlt években egyébként nagyon nagy sikert aratott szintén. Lehet, hogy már többen olvastátok is, de annál jobb lesz feleleveníteni. Mi is sokáig szemeztünk vele, de megvártuk, még lecsengett itt a legnagyobb felbojdulás körülötte, és azóta az írónőnek már más könyvei is megjelentek. Úgyhogy nőről van szó, és magyar származású hölgyről van szó. Következő könyvklubos olvasmányunk Edith Éva Eger A Döntés című kötete. Mindjárt olvasom is a főszöveget, és azt elmondom addig, hogy április 1-én fogunk találni. Vagy áprilisban? Igen. Csak lehet, hogy másodikán. Ja, elsőjén. Április 1-én fogunk találkozni, mert másodikán rendezvényünk lesz. Onnan tudjuk, hogy akkor vasárnap lesz egy rendezvényünk. Hogy április 1-én szombaton este 7 órakor fogunk itt live-val várni benneteket. Azért adunk másfél hónapot rá, mert ugye elég vaskos kis könyvecske, ez is több mint 400 oldalas. Szóval... Pete Margit is olvasta, és Henny is olvasta, törzstagok olvasták, úgyhogy már csak mi vagyunk lemaradva. Én nem olvastuk. Edith Éva Eger története a holtak között kezdődik, és az élők között ér véget. Egy bölcsasszony felkavaró, mégis felemelő könyve arról, hogyan lehet szembenézni legsötétebb félelmeinkkel és legmélyebb traumáinkkal. 16 éves volt, amikor a nácik megérkeztek magyarországi szülővárosába, Kassára, és családjával együtt Auschwitzba hurcolták. Szüleit a hírhet náci orvos Joseph Mengele küldte gázkamrába, aki később arra kérte Edithet, hogy táncolja a kék Duna keringőt. Edith túlélte a borzalmakat, és úgy döntött, megbocsát fogvatartóinak, és minden nap élvezi az életet. Évekkel a kiszabadulását követően egyetemre ment és pszichológusnak tanult, ma pedig többek között bántalmazott nőknek, posztraumás stresszel függőséggel vagy gyászsal küzdőknek segít. A Döntés egyszerre memoár és útmutató, melynek célja, hogy mindannyiunknak segítsen kiszabadulni saját elménk börtönéből. Dr. Eger, mivel reményt és lehetőséget ad mindazoknak, akik meg akarnak szabadulni a fájdalomtól és a szenvedéstől. Ez a könyv arra tanít, hogy a körülményektől függetlenül dönthetünk úgy, hogy az örömöt és a szabadságot választjuk. És akkor egy kis idézet is. Abban szeretnék segíteni olvasóimnak, hogy felfedezzék, miként szökhetnek meg saját elméjük koncentrációs táborából, és válhatnak azzá az emberré, akinek lenniük kellene. Segíteni szeretnék abban, hogy átéljék, mit jelent megszabadulni a múltjuktól, a kudarcaiktól és a félelmeiktől, a dühüktől és botlásaiktól, a megbánásaiktól és a feloldatlan fájdalmaiktól.
hogy átélhessék azt a szabadságot, amelyben az életet teljes, gazdag, ünnepi mi voltában élvezhetik. Nem választhatunk fájdalom nélküli életet, de választhatjuk azt, hogy szabadok leszünk, megszökünk a múltunk elől, akármi történjék is, és megragadjuk a lehetségest. Tehát a döntés, következő olvasmányunk itt a könyvklubban, és április 1-én, szombaton várunk szeretettel mindenkit este 7 órakor ugyanitt a live-ban. Addig is legyetek jók, várjátok a tavaszt, és még hétfőig, ha nem küldtetek, várunk tavaszi alkotásokat a pályázatunkra. A tavaszi szélre sokszor fogunk még addig személyesen is találkozni a felolvasó esteink során, és kövessétek a tevékenységünket az online felületeken. Köszönjük szépen a figyelmet, és jó egészséget kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!